Volt, hát azért mondom, hogy írni, születnek-e benned színe, mindenki ott írt, írók írtak, dalszerzők, szövegírók, mindenki. Jó volt, hát fiatalok. Írtunk egyszer egy dalt a Szovjetunióról, a Heiligkel, nem olyan dicsőítőt, jó hát, hanem hogy hogy éreztük magunkat akkor, mert az is régen volt persze, de sokat voltunk a Szovjetunióban, ők zenekarral, én színház, egyszer filmmel is, én amint elvégeztem a főiskolát, bekerültem egy szovjet-magyar koprodukciós filmbe. Az volt a címe Kapaszkodja fellegekbe. Mostanában nem nagyon játsz, nem ismétlik meg, mert a tanácsköztársaságról szólt. Hát na, jó, tegyük. Hát az akkor gyönyörű volt, most borzalmas. Hát így változik, nem nyilván. És akkor... Csináltuk ezt a Kapaszkodja fellegekbe filmet, a Szász Péter rendezte egyet, emlékszem, egyszer kimentünk egy rétre, ott álltunk, ott kellett forgatni, a Darvasi Lány meg a Mensáros volt, a két magyar főszereplő volt, a orosz főszereplő, és volt egy csapat, az akkori fiatalok, a Bújtor, a Madaras Jóska, Harsányi Gábor, a Hauman, a Dózsa Laci, a Márton Andris, én, mi voltunk a Lenin fiúk. Álltunk a réten, ott felvétel előtt, azt mondta a Szász, akkor most megvolt a próba, megvolt, mert ott kellett volna állni egy tanknak, azt mondja, hol a tank? Tank, azt az oroszok adják a tankot, megvolt. Hát ők nagyon lassúak azért, azt mondták, szicsetsz, hogy mindjárt jön a tank. Na, még egy főpróba, az is lehet, hogy gép, rendben van, nézd, hol a tank? Nem tudom, ez kert délelőtt volt, péntek estére ott volt a tank. Addig álltunk ott a réten. Néha bementünk egy szállodába, ittunk valamit este felé, kicsit aludtunk, megint kimentünk a rétre. Hát egyszer csak a Dózsa Laci azt mondta, és szintén ilyen Lenin fiú volt ott közöttünk, azt mondta, ő ezt nem bírja, hát már ő annyit repült ide, meg nem, ő fél a repülést, egyáltalán nem is akar vissza, meg akkor hazaengedtek minket ide Pestre, mert nagyon sokat forgattunk, két vagy három hónap, vagy egész nyarat ott kín, és még itthon is, és akkor azt mondta Dózsa, hogy nem megy vissza. Mondtuk neki a Bújtorral, hogy hát hogy nem mész vissza, hát az nem le. Akkor ismerkedtem én meg a Bújtorral, úgyhogy egy szállodaszobában a Madaras Jóskával laktam, mikor oda kerültünk, akkor oda... Szóval, hogy a Bújtor, nem folyt a víz a fürdőszoba, Madaroshoz, szóval így nem lehet, nem folyik a víz, hát nem lehet így. A kádban nem folyik meleg víz. Akkor jött a Bújtor a folyosón, szóta, mi van, hogy beszólt? Mondtuk, hát nincs itt víz, nem folyik a víz, azt mondta, igen, bejött. Megfogta a csapot, és így a kezében maradt az egész csap, jó bonyolult nagy csap. Azt mondta, most már folyik. Folyt is. Ez két hétig folyt. Nem lehetett a Szovjetunió, hogy ízvezetnék szerintem, nem volt. Hol volt akkor még ötvös csöpjövi kardos? Nagyon előtte volt. És akkor így mondom, a Dózsa Laci nem akart vissza, hogy azt mondtuk, hát van ilyen hét múlva kellett menni, egy hét múlva azt mondtuk, vigyük el a Pipacs bárba Pesten, és rúgjunk be, és akkor majd ő álmos lesz, és akkor majd csak nem fél annyira a repülőt. Jó, elmentünk, berúgtunk, főleg a Bújtor, meg én. De a Dózsa is szépen hívott. És azt mondta, hát fiatalok volt, de azt mondta, még nem volt gyomorvérzés, mint egy általán hívás. És akkor azt mondta Dózsa Laci hajnalban, fél négykor, hogy éjjel, bárkult, azt mondta, kérek még egy konyakot. Így leesett a fejre a bárkultra, nem mondtuk, ez jó, ez be van rúgva, kivittük egy taxival a repülőtérre, onnan elrepültünk egy 234-essel, vagy 120, mondom, hogy voltak, 154-es, nem, 134-essel szerintem, elmentünk Seremetyévóra, ott kiszálltunk, onnan még át kellett szállni egy filmes buszba, az még vitt 400 kilométert délre, mert Velikij Rosztovban, egy ilyen hagymakupolás orosz városban, templomokkal tele, ott kellett forgatni. De addigra már még én este, ott Dózsa még mindig aludt,
vittük el, hogy azt mondja, jött egy a pópa bácsi, és azt kérdezte, na prezsajca, én bodusítam, ne az idatilom, hogy mi van ezzel a gyerekkel, akkor a Dózsa ébredezett, és azt mondta, mondtam, hogy kérek még egy konyakot. Az egészet ápolódtam, előző esnétől kezdve, ide, nem is félt a repülés, hogy szépen kijött, rendben volt. Aztán voltak olyan történetek is, amelyeket nem is lehet elmesélni, csak elénekelni. Moszkva! 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 Nem volt még ABB-s, a glass Moszkinak híres még. Csak torragi bannél, Rasszia szálló hív 1154-es szobájában rég. A hőstéren fújt a szél, minden sarkon pirogot ettünk, csak Panni aludjan utlanul ég. Nem tudta, hogy mi a tervünk. Moszkva, felvontunk rúgva, pa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 p
Ma, 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 ma